most Békésszeli Datisza, az a folyó, amely 10 évvel ezelőtt igazi vadarcát is megmutatta. Gátakat tört át és házakat döntött rommá. Emberek ezrei nézték végig, ahogy életük munkája kártyavárként omlik össze. Most szelid a folyó és békések a falvak. Élet az árvíz után, most erről mesél a Híradó. Jelentős csapadék mennyiség esett az elmúlt 24 órában a Felső-Tisza vízgyűjtő területén, ezért erős áradás kezdődött a hazai folyókon. Az árvíz veszély 29 települést és körülbelül 30 ezer embert érint, de jelenleg nincs szükség kitelepítésre. Milota, Panyola, Gulács... 8 települést kellett kitelepíteni ma azok után, hogy a Tisza tarpánál áttörte a gátat. 8 ezer embernek kellett ma elhagynia otthonát. Az árvíz hatására teljes összefogás uralja Szabolcsot. Szerda délelőtt teljes mértékben kitelepítették a beregi részt. Nem mondta senki, hogy most már készüljünk, vagy egy levél, vagy egy semmi, egy hangos semmi. Csak láttuk a kanyarba, hogy már ott a víz, és hogy már jönnünk kell. Hát semmit nem szóltak. Közölték velünk, hogy 7000 forintért hoznak egy kocsi homokot, fizessük ki, és majd délután, vagyis este felé 6 órára jött meg az a kocsi homok, igen, és egy óra múlva pedig itt volt a víz, ami elvitt. Míg fizető vendégszolgálattal foglalkozunk. A lakást elöntötte a víz. A bútorzat minden tönkre ment. Biztosításunk van. Kérdezem, ki fogja ezt nekünk fizetni, a biztosító? Lassan visszatérnek az emberek az árvíz sújtotta településekre. A víz amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan húzódott vissza. Nem maradt más utána csak sár, iszap, összedőlt házak tucatjai és reményvesztett emberek. Ahogy itt mutatom, 2 vályogház volt, idős emberek laktak, és hála Istennek még élnek is. Hát most gyönyörű szép ház van lényegében. Gyönyörű szép. Akkor tulajdonképpen ezeket a házakat? Ezeket újjáépítették. Erzsikével a Gergely ugornyai gát tetején állunk, ott, ahová 2001-ben az árvíz elől menekültek. 10 év telt el azóta, hogy ugyanitt elkeseredetten mesélt a televízió kamerája előtt arról, hogy a házuk vízben áll. Az egész család tehetetlenül állt, és a település többi lakójával együtt azt figyelték, mi lesz az otthonukkal. Amerre itt szétnézünk, itt mindenütt víz volt. Mennyire gyorsan kellett elhagyni a házakat? Hát, hogy mennyire gyorsan? Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan kellett, és hát mi nem is tudtunk semmit menekíteni, mert annyira gyorsan jött az utcafront felől a víz, hogy csak annyi volt, hogy ide felszaladtunk. És akkor itt állt tulajdonképpen hát egy utcányi, több utcányi igen, ember? Igen, igen. Itt álltunk tehetetlenül, és itt néztük, hogy milyen pusztítást végez a víz. Igen. Milyen volt ezt látni, hogy ott a ház, ott a házuk, ott a víz, önök pedig itt állnak, és nem tudnak mit csinálni? Földbe gyökerezett a lábunk a látványtól, és pánikba estünk, és sokszor olyanokat is mondtunk egymásnak, ami nem illett, de ez azt hiszem, hogy a kétségbeesésünkből adódott. Azért több éve lakott már itt Gergely ugornyán, mielőtt a 2001-es árvíz bekövetkezett. Azelőtt volt ennyire necces helyzet, nem, hasonló? Nem, soha. Soha nem, mert mindig azt mondták, hogy ide Gergely ugornyára nem jön a víz. Kiöntött ugye a Tisza, na de hát az ártére, de fel a töltésig nem jött soha. Tehát itt nyugalomban voltak az emberek. Akkor nem is gondolkodtak azon, hogy bármikor itt egy ekkora katasztrófa bekövetkezett. Nem, mert amikor elkezdtünk építkezni, ha mi gondolunk erre, akkor nem építünk ide. Akkor este, amikor először nem jöhettek vissza a házba, mit éreztek?
Hú, hát nehéz erre visszagondolni. A szüleimnél aludtunk. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Kétségbe voltunk esve. Mit gondol az ember ilyenkor át? Mit gondol végig? Hát ilyenkor, mondom, csak arra tudunk gondolni, hogy vajon mi az az érték, ami megmaradt. Az ember dolgozik. 30 évesek voltunk akkor. Tehát benne volt a kis munkánk, felépítettük a házunkat, már akkor volt két szép, gyönyörű gyermekünk, és azon gondolkoztunk, hogy talán mindent újra kell majd kezdeni. Mintha háborús helyzet uralkodott volna. De gyakorlatilag azt látta az ember, hogy csónakokkal közlekedtek itt ugye az utcán, kétéltű járművek, tankok dübörögtek, és ugye a hadsereg. És már maga ez a látvány az embernek nagyon rémisztő volt. Ilyen műanyag ruhát adtak ránk tulajdonképpen, és akkor így jöttünk végig a vízben, mi nem csónakkal, hanem a vízen keresztül gyakorlatilag itt végig sétáltunk az utcán. Nem tudtuk, hogy hova lépünk, mert mély árkok voltak akkor még itt az utcán. Volt, aki bele is lépett, és nyakig elmerült a vízben. De gyakorlatilag ilyen melligért a víz mindenhol. Mennyire volt elkeserítő ez a látvány, ami itt fogadott? Hát tulajdonképpen nem is akkor volt elkeserítő a látvány, amikor itt megláttuk, hogy mennyiben, tehát hogy mindent víz borít, hanem akkor volt, amikor nekünk nagyon sok minden bútorunk, régi bútorok le voltak hordva ide a pincébe, és amikor elkezdődött annak a kihozatala, és megláttuk, hogy mennyi kárunk származott ebből, akkor voltunk igazán elkeseredve. Így nézett ki a ház a csatatér után, lényegében az árvíz után. Elzsike házuk fotóját mutatja. Amikor a kép készült, már levonult a víz, és kiderült, a pincében, ahol 4 szobájuk volt, minden oda lett. 2001-ben, amikor ott a gáta nyilatkozott, akkor azt mondta, hogy egy kis vendégfogadójuk, vendégszállásuk volt, ezt a vállalkozást csinálták. Az is a pincében volt. Igen, a szuterénben volt, fizető vendégszolgálattal foglalkoztunk. Ugye itt az üdülőterületen nagyon sok család foglalkozik ezzel a tevékenységgel. 4 szoba összkomfort volt lent a szuterénben, kialakítva, bebútorozva, és minden tönkrement. Akkor ezt nem is tudták folytatni? Nem tudtuk folytatni tovább, miután hát lényegében nem lett felújítva. Ugye megítélte az állam nekünk lényegében azt a bizonyos összeget, de a vállalkozó csődöt jelentett, és hiába lett megígérve a pénz, nem újították fel, csak egy bizonyos részét, hát úgy mondom, hogy itt-ott-amott foltozgattak. Amikor jön egy nagyon nagy eső, akkor teljesen úszik az egész szuterén. Ugye azok a repedések megvannak, amit annak idején a víz okozott, és befolyik a víz. És ilyenkor vödörrel kell kihordani a szuterénből a vizet. Sajnos ott már semmit nem lehet csinálni. Lelkileg hogyan lehet azt megélni, hogy egy házban minden tönkre megy? Hát erről nagyon nehéz beszélni és vissza is gondolni, hogy is éltük át. Hát egy életnek a munkáját gondoltuk, hogy azonnal tönkre megy. Egy gyerekünk van, egy lányunk, és hát egész életünkbe dolgoztunk. Úgy gondolom, hogy minden szülő arra törekszik, hogy a gyerekének a legjobb legyen. Hát mi is erre törekedtünk, nagyon sokat dolgoztunk, hogy ezt a kis házat felépítsük, és
Hát nagyon-nagyon megviselt bennünket az árvíz. Nagyon megviselt. Nem beszélve arról, hogy sajnos ki kell jelentenem, én legalábbis ki is jelentem, hogy a férjem ennek az áldozata lett. Ő az egészségügyben dolgozott 42 évig, és soha különösebb egészségügyi problémája nem volt. Ugye orvosok között dolgozott, mint gépkocsi vezető, azért felfigyeltek az ő egészségi állapotára, tehát nem volt egészségügyi problémája, és az árvíz után egy pár hónapra sajnos maradandó károsodást szenvedett lelkileg, és ebből kifolyólag egy agylágyulást kapott, egy agysorvadása lett, teljes ápolást igényel. És én ezt tudom mondani, hogy ennek a következménye. Döbbenten láttuk, hogy a lakosság több mint 60%-a pszichológiai segítséget kért. 10 évvel a katasztrófa után a Vöröskereszt megyei igazgatójával a már rendbehozott Gergely-Ugornyai házak között állunk. Azt mondja, a karitatív szervezetnek itt sok munkája volt. Nem csak adományokat gyűjtöttek és osztottak szét, hanem lelki segítséget is nyújtottak, mert kit könnyebben, kit súlyosabban, de minden érintettet megviselt az árvíz. Amikor megszerveztük ezt a pszichológiai segítségnyújtó programot, és kijöttünk ide a településekre, akkor láttuk, hogy rendkívül nagy a baj. Voltak olyan családok, ahol a férfiak hetekig nem szólaltak meg. Voltak olyan családok, ahol akár a nagyon az agresszió önmaga ellen fordítása volt a jellemző. Tehát az, hogy én vagyok a hibás azért, például gyakran a férfiak között szintén, hogy nem tudtam megvédeni a családomat az árvíztől. Tehát, hogy elment mindenünk, és én nem voltam képes. Hibáztatták magukat az emberek azért, hogy bekövetkezett ez a katasztrófa? A férfiakban, ezen a beregi vidéken, tehát a családfő szemlélet, az még nagyon megvan mindenkiben, és ez azt jelenti a családfő szemlélet, hogy felelősséggel tartozom a családomért, a feleségemért, a gyerekeimért, a jövőjükért, a mindennapjaikért, és akkor, amikor ez így pillanatok alatt semmivé vált, akkor ez úgy jött, tényleg úgy következett, hogy én vagyok a felelős. Mindenki tudta, hogy nyilván ezért természeti katasztrófáért senki nem felelhet, mert az jön, és azzal szembe kell nézni. Csak éppen ezt a szembenézést, éppen ezt a tenni akarást fékezte le az embereknek ez a teljes depresszív befelé fordulása, hogy én vagyok a felelős, nem tudtam sem tenni érte semmit, és most sem tudok érte semmit tenni, és akkor én most teljesen nem szólalok meg, bezárkózom, emésztem magam. Döbbenetes volt, hogy milyen megrázkódtatást jelentett ez a katasztrófa, de hát ezen nem is kell csodálkozni. Itt mindenki szorgos munkával teremtette meg azt a kis milliót, amiben élt, és egyik napról, egyik pillanatról a másikra semmivé válni váltak ezek a dolgok, és ez bizony nagyon nagy traumát jelentett az embereknek. Ezzel az árvíz után egy olyan asszonyhoz látogatunk el, aki sokakkal együtt máig nem heverte ki, mit kellett átélnie akkor, amikor rommá dőlt a háza. Kató néni új otthont kapott, de a régi háza elvesztését pszichológiai segítség nélkül nem tudta volna feldolgozni. Az árvíz után az idős asszony kénytelen volt új életet kezdeni. Lányával együtt egy csodaszép otthon teremtettek.
de a borzalmak máig mélyen bennük élnek. A 7-én kora délután már eldőlt a település egy részének a jövőbeni sorsa. A víz győzött, és már itt volt a kertek alatt. A falu szélén álló lakásokat elöntötte, és lopakodva, nagyon csendben, nagyon alattomos módon jött beljebb egészen a 41-es főútvonaláig, és itt percek alatt kerültek udvarok, házak víz alá. És ugyan volt pár óra lehetőség arra, hogy mindenki menekítse a saját értékeit, de lelkileg annyira megbénított mindenkit maga a tény, hogy most katasztrófa veszély közeledik, hogy a híradások ellenére sem tudtuk, mi magunk sem, hogy milyen értékeinket mentsünk, hová menjünk, mit kell most valójában csinálni. Bíztunk a jó Istenbe, hogy hát, ha nem jön be a házunkba. De a kis butrunk így libegett, mert jött az árvíz, vagy jött a víz. Itt libegett minden a vízbe. Hát az ablak ilyesmi formán volt, a kétszobás volt a lakás, meg egy kis konyha, meg egy kis előszoba, meg egy padrán, ennyi volt a házunk. Aztán. Na, Katinak van Naminba egy kis lakásra. Oda engem Kati bevitt, de ő ott hagyott engem, mert már hívták. Ugye? Aztán egyszer egy este hazajön, azt mondja, anyu, azt mondja, de már itt volt a víz. Azt mondja, anyu, voltam bent a házba. Mondom, becsuktad jobb az ajtót. Azt mondja, már nem tudtam. Amit addig dolgoztunk, minden itt volt benne, minden érték. Utána el kellett hagyni az otthonainkat, tömegszállásokra vagy rokonoknál, barátoknál tudtuk tölteni az éjszakát, de igazából aludni senki nem tudott, hanem a sötétben, a Tiszangátján, a töltésen sétálgattak az emberek valami csodavárásképpen, remélték, hogy sikerül megállítani a vizet, és az éjszaka csendjében, ahol csak a fáklyák világítottak, meg a falu egy részét elöntött vizen tört meg a holdfény. Mindenki kereste a maga otthonát, házát, és ahogy a víz mosta alá a lakásokat, és szakadtak meg a falak, és dőltek össze a házak, mindenki próbálta beazonosítani, hogy ez most éppen kinek az otthona volt, merről jött a hang, hol van nagy veszély, és mindenki a magáéra gondolt először, de aztán elhessegett a gondolatot, hogy hát, ha nem. És amikor pár nap után már meg lehetett közelíteni a lakásokat, akkor kegyetlen látvány fogadta a hazaérkező tulajdonosokat. Akkor eljöttem, mondom, hát, ha be tudok jönni, azt itt leszek a vízbe. De csak odáig tudtam, annak gólya pénzek van. A templomon élő két házzal, hárommal, ott fordultunk le, azt oda volt minden. Azt én azt mondtam, Katinak, Katikám, nekem ma az életben sose lesz házam. Mindegyik háznak legalább két-három sarka meg volt repedve, tető beszakadva, meg süllyedve, falak kidőlve. Az a látvány feledhetetlen. Kati néni máig sír, hogyha a régi háza emlékére gondol, akkor milyen állapotban, milyen lelki állapotban volt, amikor látta, hogy a háza omlik össze? Ugye az utca végéről már látta a lakást, látta, hogy megdőlt állapotban van, az utca felüli sarok düledezett, hatalmas rizstártongott rajta, és hát nagyon-nagyon-nagyon összetört. Soha nem felejtem el, hogy állt a száraz területen a tehergépkocsi mellett, és a szíve szakadt meg az élete munkájáért. Mikor gondoltak arra, hogy pszichológiai segítségre van szükség, mert ezt egyedül nem tudja feldolgozni? Már az első napon is ennek az igénye felmerült, hiszen nagyon sok ember omlott össze lelkileg. Annyira reményvesztettekké váltak az emberek, hogy úgy gondolták, hogy itt a vég, és nincs annyi erejük sem lelkiekben, sem anyagiakban,
hogy előről kezdjék az életüket. Nem is volt más téma. Szomszéd szomszéddal, rokon rokonnal csak erről a katasztrófáról tudott beszélni, de igazából, mivel egy hajóban ültek, nem tudtak egymásnak lelki támaszai lenni, és ezért volt szükség a külső segítők munkájára. Felbecsülhetetlen értéket adtak az embereknek. Amikor idejött a kormánybiztos, vagy a biztosítótól, egy fiatal ember, azt mondtam neki, hogy úgy tessék már nézni ezt a házat, mondom, hogy ne kelljen elbontani. Úgy tessék kiállítani azt a papírt. Azt mondja, hogy majd meglássuk. Tetszett félteni azt a régi rossz házat, ami összeomlott? Féltettem, miért nem bíztam benne, hogy lesz. Én inkább abban is elaktam volna. Ennyire tetszett ragaszkodni a régi házhoz? Igen. Azt mikor kijött, ott voltunk lejjebb a nyári konyhán túl, aztán nem mondom, mit tetszett dönteni, azt mondja, hát nem maradhat meg. Attól kezdve nem volt éjszakám, se nappalom, se éjszakám. Mindig sírtam. Most itt ülünk egy nagyon szép házba. Mikor dőlt az el, hogy lesz itt ház, és egy szép ház lesz a réginek a helyén? Abban senki se bizott itt, hogy még valaha is, mert a biztos, hogy már nekünk nem lett volna az életemben se. Mert egész életemen keresztül dolgoztam. És mit tetszett ahhoz szólni, hogy lesz itt ház, és lesz egy szép új ház? Akkor az azért nyújtott egy kis vigaszt? Hát azt nem bírtam félfogni, hogy az igaz lesz. Ezt nem bírtam félfogni. Mikor jött a kormánybiztos, hozta a mit csodálni, hogy kinek milyen ház jár. Ezt mondtam neki, hogy ebből sem lesz semmi. Azt mondja, dehogy is nem. Tessék már bízni bennünk, azt mondja, hogy lesz. Mit tetszett akkor szólni, amikor megtetszett látni, hogy van ház, egy szép új ház van? De akkor már nagyon örültem. De hogy én addig mit szenvedtem itt magamban. Most tetszik örülni már az új háznak? Nagyon. Most így utólag, visszagondolva, jobb, hogy felépült ez? Hogy tetszik látni? Jobb. Három a Jóistent legelsőbe is, amiért megsegített bennünket. Meg azt, aki elrendélt, hogy házunk legyen. Az a hang, az annyira megdöbbentett bennünket, mint Petőfi, mikor megérte, az a zúg, morajlik, tehát egyik oldalról, másik oldalra, mert Tivadarnál szakadt ugyan ki, Tivadar tarpa között, de viszont ez a rész itt lapos terület, tehát ide mi kaptuk először a vizet. Tarpán vagyunk, egy olyan család otthonánál, akik a 2001-es árvíz után szintén teljesen újra kezdték az életüket. A víz hirtelen jött és sorra rombolta a házakat. Be akartam zárni minden kaput, de nem tudtam, mert már annyira jött a víz, annyira magas volt, a vőm rám kiabált, hogy hagyjam a kaput, mert elsodor bennünket. 3 nap múlva jöttünk vissza, még akkor is itt állt a víz, a szomszéd lakás ide volt borulva, a miénk azért nem borult el, mert nyitva volt a kapu, tehát vájuk volt, ez is biztosan elborult volna, mert nyitva volt a kaput, és tudott lezudulni a víz végül is. Hát kényelmes lakásunk volt egyébként, vályokból volt, de összkomfortos volt, kényelmes volt, hát nekünk megfelelt. Hát ez a házat újjáépítették, az az igazság, az akkori kormány annyit ígért, akkor csak annyit tudtunk, mindenkinek fedél lesz a feje fölött karácsonyra, de ez így is történt. Nem csak nekünk, egész Tarpának, meg az egész Beregnek be lehetett költözni. Míg bemegyünk a házba, Boriska azt meséli, az udvaron lakókocsiban vészelték át, amíg fel nem épült az új ház. Lassan 10 éve laknak az új épületben, ami annyira szép, hogy nem volt nehéz megkedvelni. De azért van, hogy ma is elfogja a családot a nosztalgia.
felváltó. Legyen 30 évet tetszett élni abba a házba, ami gyakorlatilag a víz martalékává vált. Milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy ezen a házon már nem lehet segíteni? Hát nem egy kellemes élmény az az igazság, mert megszoktuk, szépítettük, mindig variáltuk, alakítottuk, kényelmes volt, szerettük. Hát mikor jött a víz, hát nem is tudtunk mire gondolni, mert nem tudtuk, mi lesz velünk. Lehetett 10 rajzból választani, mindenki az előző nagyság szerint. Hát a miénk 4,5 négyzetméterre nagyobb volt, amit ügyvédi letéttel, utána fizettünk 750 ezer forintot. Milyen volt megszokni az új házat, hiszen azért a régit már rendesen belakták, szépítgették, igen, megszokták. Két gyerek ott nőtt fel, onnan mentek férjhez, igen. Hát nem volt, nekem nem volt szokatlan, a férjemnek egy kicsit, mert ő azért a régibe született, ő több időt töltött a régibe. Én feltaláltam abba is magam, itt is, tehát én pörgök, én nekem jó. Jó volt a régi is. Hát nyilván ez kényelmesebb. Hát az, hogy visszagondolunk a régire, az természetes dolog. Mindenki visszagondol a régire, mindenkinek csak kedves volt a régi is. De azért én most úgy gondolom, a mostani az újabb, szebb, jobb, kényelmesebb. Esőzések mindig vannak. A folyó mindig árat tartanak egy újabb árvíztől. Félnek? Hát az igazság, félünk. Félünk, mert ahogy mondták, most már rengeteg itt tőlünk nem messze, rengeteg fát kivágtak. És nagyon mondják, hát az idősebbek jobban mondják, hogy azért azok visszatartották a vizet. Ugyan magasították a gátat, de azért mindig, szóval a természetnek nincs, nem tudunk ellenállni. Természeti csapásoknak nem tudom. Hát gondolunk rá, de azért jobb arra nem gondolni.